Egy kedves vendéget köszönhetünk a stúdióban, igen messziről érkezett hozzánk, és már készül az 57. Eurovíziós dalversenyre, amelyet idén hazájában, Azerbajdzsánban rendeznek meg, és az ő szülővárosában, Bakuban. Sabrina, welcome to our studio. Hello. It's nice to see you here. Okay, one of your dreams from the past come true, will come true in May, when you can represent your homeland in your native city at the Eurovision Song Contest final. Nagy álma válhat valóra majd májusban, amikor hazáját képviselheti az Eurovíziós dalversenyen. What does it mean for you? Mit jelent ez to represent a country like Azerbaijan? Thank you for the questions, and first of all, let me say hello to all the Hungary and wish you a blessed Easter. És egy áldott húsvétot kívánok mindenkinek. And of course, I'm very honored to represent my motherland. Természetesen nagy megtiszteltetés, hogy a szülőhazámban especially in this year when we are hosting Eurovision. Főleg most, amikor Azerbajdzsán rendezi meg az Eurovíziós Fesztivált. And this is really very big celebration for us. Ez egy nagy verseny, egy nagy ünnep nekünk. We are doing all our best to a legjobbat szeretnénk adni. Celebration and great celebration in all Eurovision history. Az Eurovíziós történetben. Okay, we can imagine because the ambassador of your country to Hungary in previous years came to be our guest. In this program. Az előző években Azerbajdzsán nagykövete vendégünk volt itt a Kívánság kosárban. Singers and about the contest all over Europe. So he was so happy about you. És nagyon boldog volt azért, hogy Azerbajdzsán is részese lehet a versenyeknek, és büszke volt a résztvevőkre. Enjoy this May weekend when you can host all these singers from all over Europe. És valóban ez egy nagy megtiszteltetés Európában, hogy ön képviselhetik. How does your native city Baku prepare for this? Hogy készül Baku erre a versenyre? Yes, you can imagine what it means for us, because as you know, bizonyára el tudják képzelni, mit jelent ez nekünk. Azerbajdzsán egy új részese az Eurovíziós dalversenyeknek. It was a very unexpected. Nem akkor az when we get first. And of course we have a great preparations in our city. You can come and see when you are on ice. We will watch it on TV. Yes, we built a new hall. Egy új létesítmény is épült erre az alkalomra. And very több mint 20,000 embert képes befogadni majd ez a. What can you tell us about the song you are going to sing there? Mit tud elmondani nekünk arról a dalról, amit majd énekel? Interesting question because I really love that song. Nagyon szeretem ezt a dalt. Nagyon szereti a címét. And I'm sure amikor valami nagyon közel van az ember szívéhez. I'm singing about. És amikor erről énekel. Everybody in our life we had that experience of mindenki ismeri már ezeket az érzéseket. I like that song, a boldogtalanságot is. Mindig, amikor éneklem, érzem is. És az a célom, hogy a közönséggel is tudja kommunikálni közben, és átadhassam nekik ezeket az érzéseket. Hogy nincsenek egyedül, és ezen ez segít nekünk életben maradni természetesen. We have to mention your other career because you are a lawyer as far as I know. Egy másik élete vagy másik karrierje is van a hölgynek, hiszen jogi diplomával is rendelkezik, a zenei diploma mellett. De mindig is énekelni szeretett. I'm happy when I'm singing. Maybe it was an influence from your mother, who is a professional pianist. Actually, our family is very musical. Az egész család nagyon. Playing piano and singing. Mindenki zongorázik együtt. We could imagine the festa in your family, family fest as well. To help to compose music and write lyrics. És segít a zeneszerzésben is, vagy a dalszövegírásban? Yes, I am. Igen. Okay. We would like to hear that song when the music dies, and thank you so much. You will thank be here. Thank you for your invitation. Thank you. Okay. Good luck to you.
Thank you. Szabina Babajeva, tehát a Kívánság kosár vendége, aki elénekli önöknek majd azt a dalt, amelyet az 57. Euróvíziós dalversenyen is hallhatnak Azerbajdzsánban, Bakuban. Tudják, ez egy nagy verseny, igazából Európa legnagyobb ilyen versenye. Baróton lányát, Keresztély Beátát névnapi alkalmából köszönti Izraelből Lili mama. Kérje a Jóistent, hogy adjon az ünnepeltnek jó erőt, egészséget, hosszú, boldog életet. Szabina Babajevát hallgatjuk, When the Music Dies. Köszönjük szépen Szabina Babajevának. Köszönjük. Kedves nézőink, tehát Bakuban, majd Azerbajdzsánban viszont hallhatják ezt a dalt az 57. Euróvíziós dalversenyen. De kíváncsi